Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket ezen a mai estén is, és köszönöm, hogy velem tartanak. Önök a nőkért, a nőkről, de nem csak nőknek szóló élő magazin műsorunkat látják. Mai napon is lehet betelefonálni, kérdezni. Köszöntöm a stúdióban Zarka Évát, a Pazarnők havilapnak a főszerkesztőjét, aki nem véletlenül van itt a stúdióban, ugyanis a mai műsorunknak az a címe, hogy méltósággal világra jönni, vagy a csendes gyöngét születés és szülés. Éva, itt a nézőknek nem fogjuk eljátszani, hogy mi nem ismerjük egymást, tegező viszonyban vagyunk, és köszöntjük a kutyádat is, akit most ugye nem mutat a kamera, de ha netán ugatást hallanak, akkor ne lepődjenek meg, itt van Luizi. Milyen kutya is ez? Törpeuszkár. Törpeuszkár. Úgyhogy ő is velünk van a stúdióban. És a mai napon én azért szeretnék erről a dologról beszélni, mert olvastam egy nagyon kedves idézetet, amit Frédéric Laboyer, egy híres nőgyógyász mondott, és ha megengedik, akkor én ezt most felolvasom. Ami egyetlen bűnünk az, hogy nem tudjuk, az újszülött érzékszervei működnek, méghozzá finoman, érzékenyen, pontosan. Azt mondják, azt hiszik, hogy az újszülött semmit sem érez. Mindent érez, mindent teljesen szűrés, válogatás, különbségtétel nélkül. Azt fogott meg ebben a mondandóban igazából, hogy ez az ember nőgyógyász létére, főként a gyermekkel foglalkozik, hogy a gyerek oldaláról közelíti meg a dolgokat. És te egy olyan ember vagy, aki őt próbálod propagálni ebben az országban. Kérlek, mesélj egy keveset erről. Igen, hát én azt gondolom, hogy ez az idézet önmagáért beszél, megdöbbentő, hogy Le Boyer, a francia szülésznőgyógyász, a gyereknek a nézőpontjába helyezkedik bele, és pont arra szeretne felvilágosítani mindenkit, arról szeretne felvilágosítani mindenkit, hogy igenis a baba mindent érez, mindent érzékel, és a későbbi életében ez elég rossz kihatással lehet az életére. Erről szól végül is a Méltósággal megérkezni című új könyv, és a baba nézőpontját, illetve az édesanyja nézőpontját mutatja be. Gondoljunk bele, helyezkedjünk bele a baba nézőpontjába, és nézzük meg, hogy mi történik a babával a születés alkalmával, hogy mennyi sok hatás éri a babát. Most azért mondjuk el a nézőknek, amit én nem mondtam még el az elején, hogy kerülsz te ebbe a képbe bele, tehát hogy a Pazarnők című újságnak milyen szerepe van abban, hogy Le Boyer-nak a módszerét végül is ebben az országban propagáljátok. Igen, akkor, amikor én elkezdtem marketinggel felmérni, mekkora igény lenne a Pazarnők női magazinra, akkor a dr. Lenkei Gábort, aki szintén szülésznőgyógyász orvos volt, csak ott hagyta az egészségügyet, mert megírta a Cenzurázott egészség című könyvét, ami ugye arról szól, hogy betegségipar az egészségügy, és nem egészségügy az egészségügy, és ezért nagyon egy nézőpontot vallottunk, és megkerestem Lenkei doktort, hogy szeretném, hogyha ő vezetni az egészségügyi rovatot a Pazarnőkben, és ő örömmel igent mondott. És mondtam neki, hogy itt van ez a téma, a Frédéric Le Boyer a csendes születésről, hogy írjon erről egy cikk sorozatot. Ő örömmel mondott igent, hiszen ugye teljesen fekszik neki ez a téma, hiszen ő is nőgyógyász volt. És legnagyobb döbbenetünkre erre volt a legtöbb visszajelzés. Leendő anyukák, más szült anyukák, apukák, leendő apukák telefonáltak be, illetve írtak nekünk, hogy mi ez a módszer. És innen jött az ötlet, hogy akkor adjuk ki a könyvet egybe, hogy egybe legyen meg az egész téma, és aki erre kíváncsi, az el tudja olvasni egybe. Most a Le Boyer-nak könyve is jelent meg Magyarországon, úgy tudom. Így van, két könyve van lefordítva. Miért nem igazán tudott teret hódítani, legalábbis az egészségügyben nem igazán. És mi Lenkei doktorra ezt vállaltuk fel, hogy szeretnénk ezt közismerté tenni Magyarországon, aztán későbbiekben pedig Európában is. Tehát azért nagyon sokféle szülési módszer van, illetve a szülésre való felkészítés. Miben más, Le Boyer, amiért úgy gondoljátok, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, mindenkinek hallania kell róla? Ez abban más, hogy annyira emberi, annyira méltó az emberhez, hogy ha valakinek meghal valakie, akkor azt méltósággal el tudja temetni. Állítattal ott áll, elköszönt tőle méltósággal, halotti tort rendez, és olyan megdöbbentő, olyan morbid ez az egész, amikor megérkezik a baba, akkor nem adjuk meg a méltóságot a babának, hanem elég embertelen körülmények között jön világra a baba. Miért nem vesszük ezt figyelembe? Ha bemenjünk egy kórterembe beteg valaki, automatikusan lehalkítjuk a hangunkat, hogy jól vagy. Babánál ezt miért nem tesszük meg? A babát hangos utasítások fogadják, reflektorfél fogadja, erős behatások érik, ami a babát sokszerűen, hiszen ő egy védett burokból, a mamának a hasából, egy védett világból érkezik ide, és egyszerűen kikerül ide egy vad világba,
egyszerűen nem tudja, hogy hova tegye, hogy most mondja, hogy Úristen, ez az élet? A baba a születése után napokig apátiába hever, annyi sok behatás éri. És ezt hogyan állapították meg, hogy ő apátiában hever? Úgyhogy meg kell figyelni a nyilvánvalót, meg kell nézni a babát. Mindig mondják, hogy jaj, olyan nyugodtan alszik. Nem. Tehát a fájdalmait heveri ki a baba a szülés után, napokig apátiában van. Egyszerűen nem tér részhez a baba, hogy mi történt vele. És ezt eddig hogy nem fedezték fel, de meg vagy ő ezt miből tudta megállapítani, vagy hogy jutott el arra a pontra, hogy ő erre figyeljen egyáltalán? Érte valami behatás, vagy valami élmény, amire ő elkezdett gondolkodni arról, hogy ez a kisgyerek, ez lehet, hogy fájdalmat érez? Hát én azt gondolom, hogyha megnézzük, ugye a betegségipar, amikor az egészségügybe kerültek a befektetők, ugye a Rockefellerék, akkor nagyon elgépiesedett el, nagyon elanyagiasodott az egészségügy. Ezt bátran kijelentettem, hogy ma nagyon rossz állapotban van az egészségügy, és abszolút nem emberségről szól az egészségügy. Ugye amikor megnézzük, hogy régen, pár tíz évvel ezelőtt nagyanyáink hogy szültek? Otthon szültek, amikor elkezdett a vajudás, kihívták a bábát, vagy kihívták az orvost. A családfő kivonult a konyhába, és csendben várta a baba megérkezését. Majd bent, zárt ajtók mögött, csendben, félhomályban elintézték a szülést. Senki nem tudott róla, hogy gyakorlatilag szülés van. És megérkezett a baba. Ugye egyszer csak bejött ez a modern, felvilágosult kor, és egyszer csak azt vettük észre, hogy elgépiesedett minden. És Frederic Le Boyer megvizsgálta ezt, hogy Úristen, akkor miért tudtak olyan csendben megérkezni a babák, most meg miért jönnek meg olyan zajosan? Úgy tudom, hogy igazából maga a szülési póz, tehát az, hogy egy ilyen szülőágyon fekszenek a nők, és ugye az orvos, hogy könnyen mindenhez hozzáérjen, meg a fény, stb. Tehát maga az, hogy fekszenek a nők, ez egy francia királynak az agyszüleménye volt, nem? Mesélj el egy kicsit. Igen, nagyon kíváncsi volt a király, egyáltalán, hogy világra ugye az utód az új királyfi, és mondta az orvosainak, hogy szeretné megnézni a szülést. Hát ez az orvosok okosan kitaláltak egy olyan szülőszéket, amin ugye a király kényelmesen látta, premier plánban, hogy mi történik, hogy jön ki a baba. Aztán úgy döntöttek az orvosok, hát végülis ez ő nekik rendkívül kényelmes volt, hiszen nem kellett a nő alá feküdni, nem kellett aláhasalnia, hanem egyszerűen ugye kéznél mellmagasságban volt, és ki tudta emelni a babát. Sajnos ez a szék ez megmaradt, ami ugye nem feltétlenül az anya előnyeit, illetve a babának a kényelmét szolgálja. Én készültem egy bejátszással. Ez a módszer még nagyon kismértékben terjedt el Magyarországon, de már vannak olyan anyukák, akik így szülhettek, megadatott ez a lehetőség itt Tolna megyében is. Most nézzük meg a bejátszást, és aztán erről fogunk beszélgetni egy keveset, hogy ez a hölgy hogy élte meg a csendes szülést. Még egyszer, ez most az utolsó. És nyomjon, nyomjon, erősen, erősebben, és elég. Nagyon jó, a következőnél meg lesz. Mi a fene van velem, nem halltam meg? Újszülött lettem. Ajajajaj, vigyázzon, letekeri a fejemet. Na, kutyaütő, ez az első szülése. Mikor ismerkedtél meg először a gyengéd születéssel, mint fogalommal, és egyáltalán ezzel a lehetőséggel? Hát én egy könyv kapcsán ismerkedtem meg ezzel. 2001-ben a férjem, vagyis mostani férjem, akkori barátom ajándékozott nekem egy könyvet, és gyakorlatilag akkor kezdtem el foglalkozni ezzel a gondolattal, de akkor még tényleg csak a gondolat szintjén mozogtam, ugyanis hát még nem álltunk a gyerekvállalás előtt, és akkor igazából csak átlapoztam ezt a könyvet. És akkor 2003-ban, amikor az esküvőnk volt, akkor újra a kezembe került, mert hát akkor már idészerenek láttam, hogy ennek a dolognak úgy utána nézek, utána olvassak. Melyik ez a könyv, és ki írta? Hát egy francia szerző, Frederic Le Boyer írta a könyvet, és az a cím, hogy a gyöngéd születés. És tulajdonképpen az interneten keresztül ismerkedtem meg aztán egy olyan házaspárral, akik így szültek. És akkor elhatároztam, hogy én is így szeretnék szülni, hogyha erre lehetőség van. De akkor ezért mindig csak a születés, de a szülésről is gondolom hallottál, hogy ennek is különféle lehetősége és módszerei van. Természetesen, hogy vannak különböző alternatívák. Ez is egyfajta alternatíva, bár én úgy gondolom, hogy sok tekintetben közel áll a hagyományos dolgokhoz. Ez a módszer, ez tulajdonképpen azt javasolja,
hogy minden teljesen halkan, és minél inger szegényebben vigyen véghez az édesanyja, illetve az orvos. És azért gondolkodik így a szerző, mert az volt a tapasztalata, hogy azok a babák, akik ilyen csendesen születve jönnek világra, tehát egy fényszegény, egy hangszegény környezetben, azok sokkalta nyugodtabbak, sokkalta hát permanensebb, folyamatosabb az átmenet abból a belső, zártabb, hangukat letompító világból a külvilág felé. Ugye őt egy sötét, viszonylag halk helyen van, egy kisgyerek. Én úgy gondolom, hogy az evidens, hogy egy kisgyerek már, amikor megfogal, már akkor is érez, és különösen érez akkor, amikor megszületik. Ez egy hatalmas trauma a gyermek számára. És ezt a traumát, ennek a traumának, a világa jövetelnek a traumáját lehet csökkenteni azzal, hogy őt egy nyugodt, csendes, ingerszegény környezetbe várjuk. Mesélj el, hogy zajlott a szülés. És mennyire tartották be ezt a lebolyaféle módszert? Végül is a szülőszoba az teljesen el volt sötétítve, és egy ilyen nagyon-nagyon halvány fény volt. Például lehet zenét kérni, de ez ilyenkor nem javasolt. Tehát semmilyen halkzene nem, ilyenkor nem szükséges. Tehát a csendet és azt, hogy az orvos és a szülésznő halkan beszéltek, azt maximálisan betartották, azt is, hogy tulajdonképpen nem volt az előkészítés tulajdonképpen a csecsemősök részéről, de hát ők is teljesen halkan ténykedtek ott a másik szobában. Én úgy gondolom, hogy amikor az orvos és a szülésznő is elvonultak, akkor lehet, hogy ők úgymond konzultáltak, de nem a szülő ágy felett tették ezt, hanem úgy időnként úgy elvonultak a másik helyiségbe. Amikor jöttek az utasítások, hogy mit csinál, nyomjál, vagy stb., akkor ez is halkan zajlott. Igen, ez a lényeg tulajdonképpen, hogy a csendes szülés az nem azt jelenti, hogy mindenki teljesen csendben van, hanem egyszerűen halkan jönnek az utasítások, és én úgy gondolom egyébként is úgy általában a mindennapi életből, hogy a határozottság az nem egyenlő az emelt hanggal. Ebben a módszerben az is benne van, hogy amikor megszületik a baba, akkor egy ilyen melegebb, puhább takaróba fogják. Ezt itt betartották? Természetesen, mondjuk ez tényleg megint egy olyan egyszerű dolog, azt gondolom, amit nagyon könnyű betartani. Illetve hát azt, hogy amikor megszületett, akkor ugye rögtön oda tették a mellemre, és akkor megvárták, míg a köldökzsinórból a vér teljesen átáramlik, illetve ez a pulzálása elmúlik, és akkor csak utána vágták el a köldökzsinót, és utána is hát elég sokáig rajtam volt a kislány. Sokan várják, hogy felsírjon a baba, amikor elvágják a köldökzsinót. Viszont ennek a módszernek az a lényeg, hogy nem kötelező, hogy a baba sírjon. Ez nálad hogy zajlott? Hát én, ha jól emlékszem, azért a Livi az felsírt, tehát nem kötelező, ezt olvastam a könyvben, de ő azért sírt, tehát ő felsírt utána, elég sokáig sírdogált, viszont utána, amikor megfürdették, akkor teljesen megnyugodott. Vannak tipikus bejáratott módszerek, amikor megszedik a baba, akkor alkalmaznak az orvosok. Nálad miben volt eltérés ettől? Hallottam arról, hogy amikor a kisgyermek megszületik, akkor sokszor van az, hogy felsírjon, akkor a fejjel lógatják. És hát nálunk erről szó sem volt, megegyeztünk abban, hogy fejjel lógatásról, ütögetésről szó sem lehet. Hát itt hallottunk sok minden mást, ugye a köldökzsinót nem akkor vágták el, aztán fejjel lefele lógatnak. Miért is kell fejjel lefele lógatni, amikor megszületik a kisbaba? Ezt mivel magyarázták régen? Én nem tudom, hogy most mivel magyarázzák, hogy fejjel lefelé kell lóbálni a gyereket, de én azt gondolom, hogy amikor a gyerek nem sír fel, akkor elkezdik lóbálni fejjel lefelé, hogy vegyen már levegőt, illetve megpaskolják. Na most a baba, hogyha belegondolunk megint a baba helyzetébe, ő ugye kijön egy viszonylagos védett világból, kijön ide. A tüdeje ugye a magzati életben össze volt esve, hiszen nem használta a tüdejét. Kijön, megtörténik az első lélegzetvétel, az olyan fájdalmas neki, hogy azonnal abbaadja a lélegzetvételt, mert azt mondja, hát én ezt nem szeretném, hiszen ha belegondolunk, hogy a léghólyagocskák, a tüdőnek a hólyagocskái, azok össze vannak totyadva, és elkezdi teleszívni levegővel. És a baba azt mondja, hogy na nem, ezt köszönöm szépen, nem kérem. De nincs itt semmi probléma, mert ugye a természet úgy teremtette meg, hogy a köldökzsinór a magzati életből, hogy jön a baba az evilági életbe, biztosítja még 4-5 percen keresztül, hogy biztonságosan fel tudja venni a baba a lélegzésnek a ritmusát, tehát a tüdeje át tudjon elállni. És ilyenkor szoktak az édesanyák, vagy az orvosok pánikba esni, idézőjelben pánikba, és azt mondják, hogy úristen, leállt a légzése, és akkor megpaskolják, fejjel lefelé meglóbálják szegény gyereket, vagy megmaszírozzák a tüdejét, és akkor szegény elkezd sírni, mint az albán szamár,
akkor megnyugodnak, és akkor még jobban elkezd sírni, vagy megint leáll a légzésem, mert ugye azt mondja, hogy ez még mindig fájdalmas, akkor megint megpaskolják, megint meglóbálják, és a gyerek azt se tudja, hogy hol van. Tehát ez megdöbbentő egyébként. És akkor igazából a köldökzsinór elvágása, tehát hogy várnak azzal, hogy megszűnjön ez a pulzálás, ez is elősegíti azt, hogy ne sírjon fel, vagy lassabban éri ez a fájdalom? Tehát hogy a tüdőjébe kitágulnak ezek a hólyagok? Pontosan, tüdőjében, ott biztosítja még az oxigén ellátást a babának, tehát a babának 4-5 percnyi ideje van, hogy kényelmesen át tudjon állni. Megizlelgesse, hiszen 9 hónapig ő nem kellett levegőt vennie. És hirtelen egyszer csak át kell állnia, miután már nagyon sok hatás éri, ugye sok hatás volt az, hogy egy szűk szülőcsatornán kellett keresztül jönnie. Hát ha belegondolunk, hogy nekünk kellene egy ilyen szűk szülőcsatornán keresztül jönni, biztos nem bírnánk megtenni. A baba ezen keresztül jön, ugye nagy az élni akarása. Keresztül jön, és utána érik ezek a sok hatások. Hát persze, ha csír, illetve kiadja a légzése. Itt beszéltünk ugye a fényről, tehát hogy a gyöngét születésnél nagyon fontos, hogy ne legyen erős fény. Aztán beszéltünk a hangokról, mert ugye úgy kezdődött ez a bejátszás, hogy igyekeztem egy olyan filmet találni, ahol minden megvolt, ugye hatalmas lámpák, erős fények, aztán a szülésznő hangosan biztatta az anyukát. Ő is a megfelelő hangerővel adta ki a fájdalmát, amit persze természetesen valaki írja meg valaki úgy, tehát ezt igazából annyira nem lehet befolyásolni, a valakinek kicsi a fájdalom küszöbe, valakinek nagy. Aztán beszéltünk itt a köldökzsinórról, ami még ugye más, hogy nem, tehát más eltér a szokásostól, nem vágják el olyan gyorsan. De például, ahogy itt most mondtad, hogy születik meg a baba, hogy át kell jönni ezen a szülőcsatornán, és ugye itt a gátnál, itt van gátvédelem, valahol nincs gátvédelem, itt szakadás, repedés elég sokszor elő szokott fordulni. Én úgy tudom, hogy Németországban van egy doktornő, aki ezt erre már felfigyelt réges-rég, úgy Löboájéval egy időben, hogy bizony a gátra hogyan lehet figyelni egy ugandai törzs láttán, akik ugye tököt lógattak, és úgy szállították meg, és aztán azt helyezték fel a hüvelybe, és így tágították ki a hüvelybe menetet, és akkor ebből lett egy gép, ez az EpiNO nevű gép, ami egy ilyen labdaszerű pumpa, amit folyamatosan pumpálnak, és akkor végül is ez edzi ezeket az izmokat. Úgy tudom, hogy Löbájé még ezt sem ajánlja. Tehát még ennél is jobb módszere van. Mi ez? Löbőhelyen, igen, a természetes dolgok híve, és pont azt szeretné bebizonyítani, hogy a természet rendesen megalkotta, hogy amikor meg kell születni, akkor a baba meg tudjon születni, és minél kevesebb káros hatása legyen ennek a születésnek. A Löbőhelyi módszerrel, tehát a gátvédelem, van egy gátvédelem, amivel nem mondom, hogy nem történik ilyen, mert ez nem lenne igaz, de nagyon kevés százalékban történik gátrepedés, illetve be kell vágni a gátat. Általában nem kell gátmetszést csinálni. Hogyha belegondolunk a hölgyeknek, amikor gátrepedés történik, utána nagyon sok hölgy panaszkodik, hogy megromlott a szexuális élete a férjével, amit hogyha belegondolunk, már lehet, hogy felbomlik egy család éppen ez miatt. Tehát nem csak a babára kell figyelni, hanem itt a nőre is, hát hiszen ez egy nagyon kényes probléma egy hölgynek. Úgy látom, van egy betelefonálunk. Halló! Jó estét kívánok, Krisztina vagyok, és az előző mondathoz szeretnék kapcsolódni, illetve néhány perccel ezelőtt azt mondta a főszerkesztő asszony, hogy régebben, amikor még ugye csak a szülésznő volt benne, illetve hát a dulák a szülésnél, és az apát kiküldték, hogy ez milyen jó volt, és most az előző mondat pont elmondta a kérdésemre választ, hogy mennyire jó, hogyha bent van az apa a szülésnél, mert én éppen azt tapasztaltam az én szülésemnél, hogy engem rendkívül zavart, hogy ott volt a férjem, és utána pedig ő meg is undorodott tőlem, mint mondta magától a látványtól. Hogy esetleg ennek kellene valahogy hangot adni, vagy erre is felhívni a várandós kismamák figyelmét, illetve hát az apukáknak, hogy azért erre is készüljenek fel. Én köszönöm szépen a betelefonálást. Köszönjük szépen. Igen, itt ugye azt el kell mondani, hogy tehát nem a véres eseményeket kell nézni az apukának, mert az egy sokkoló látvány, és nagyon sok férfi hát nem igazán tűri hősiesen. Több olyan betelefonáló volt férfi, hogy elájult közben a szülés közben, és őt kellett támogatni. Itt amikor az édesapa bent van, hogyha úgy dönt a házaspár, akkor az édesapának a feleséget kell támogatni, és a feleséget kell segítenie. Tehát nem ezt a tényleg, amikor premier plánba jön ki a baba, mert az tényleg nem egy épületes látvány.
és ilyen felmértek ilyeneket, hogy nagyon sok férfi utána megundorodott a feleségétől. De a Löbuájé az nem azt mondja, hogy erre sincs szükség, hogy ott legyen az apa? A Löbuájé teljesen szabad választást ad gyakorlatilag. Ő azt mondja, ez egy intim dolog, hogy ugye amikor szül az ember, például az állatok is elvonulnak, vagy az indián nők is félrevonultak és egyedül szültek, hogy csendben, méltósággal tudjanak szülni. Én azt gondolom, ma nagyon felkapott az édesapás szülés. A házaspárok el tudják azt dönteni, hogy segít a férje, tehát milyen mentalitású, vagy nem. Nagyon sok betelefonált, hogy sokkal szorosabb lett a kapcsolatok, hogy a férje végignézte, hogy az édesanyja mind ment keresztül, meg a baba. Van, aki sajnos megundorodik a feleségétől. Akkor még vissza szeretnék kanyarodni erre a igen? gátas dologra, hogy a Löbuájé hogyan tudja azt elérni, hogy még erre a gáttágító, gátedző epinó készülékre se legyen szükség? Az, hogy van egy nagyon finom, ugye nagyon erős empátiája van ennek a módszernek, és a nőket felkészítik arra a fájdalom mechanizmusára. Ha belegondolunk, hogy elmegyünk egy fogorvoshoz, és meghalljuk a fúrógépnek a züm-züm-züm-züm, és elindul felénk, hát már megfeszülünk a székbe, és mondja az orvos, hogy miért, hát még hozzá se nyúltam, de már előre fáj. Na most a nőt annyira súlykolták, hogy fájdalmas a szülés, hogy ő is már a félelemtől elkezd fájni neki. De a nővel megértetik, ugye ezt el kell olvasni, egyébként Lenkei doktor nagyon egyszerűen írta le, tehát mindenki számára teljesen érthető a fájdalom mechanizmusa, tehát ezt nagyon le lehet tompítani, és amikor el tud relaxálni, el tud ernyedni az ember, akkor az izmok sem szakadnak be úgy, és van egy módszer, amivel masszírozzák, különböző olajakkal is masszírozzák a gátat. Tehát de kik masszírozzák, a szülésznő? Az orvos vagy a szülésznő? De akkor ezek szerint ehhez, hogy valaki ezt a Löbuájé módszert végülis tudja igen. alkalmazni, ehhez végülis el kell végeznie valamit, vagy valamilyen képzésen részt kell vennie? Hát természetesen alapból el kell olvasni Frédéric Löbuájé könyvét, hiszen nincs, tehát a filozófiáját kell megérteni. Csak azért mondom ezt, mert sokszor hallom más kórházakban, hogy gyöngétszületési, így gyöngétszületés úgy, de akárhányszor erről szó került, egyetlen egyszer sem a Löbuájé módszer volt az, ami meghatározó volt. Tehát a gyöngétszületésnek sok minden neveznek, de akkor ezek szerint a Löbuájé féle módszer, az másfajta gyöngétszületés, az ott konkrét dolgok van. Vannak, amit meg kell tanulnia az orvosnak. Így van, a filozófiáját kell megérteni, egyébként nagyon sok elméleti rész nincs benne, tehát nagyon egyszerű, tehát egy édesanyja elolvassa, nagyon egyszerűen meg tudja érteni ezt a könyvet, és nagyon egyszerűen magáévá tudja tenni. De ti most szeretnétek ezt törvénybe is iktatni, hogy ezt a módszert, ezt hogy kötelezővé tegyék az orvosoknak? Igen, én egy országos médiakampányt csinálok, és szeretnénk az egészségügyi miniszterhez elmenni, és természetesen, hogyha megfelelő támogatóink vannak. Eddig már 2 kórház csatlakozott hozzánk, és a miniszterrel leülni tárgyalni, hogy ez az Orvostudományi Egyetemen kötelező tananyag legyen, hogy a szabad választás jogát szeretnénk megadni. Ha egy hölgy oda megy az orvoshoz, hogy kérem, doktor úr, én ordítva szeretnék szülni, akkor szüljön úgy, szíve joga. De ha azt mondja egy hölgy, hogy én csendesen szeretnék szülni, akkor az orvos azt mondja, hölgyem, úgy fog szülni. De miért ezt szerinted valamelyik nő azt fogja választani, hogy én azt szeretném, hogy ha megtudja ezt a Löbuájé módszert, lesz olyan nő, aki azt mondja, hogy nem, én ragaszkodom ahhoz, hogy hatalmas lámpák várják a gyereket, és kiabáljanak mellettem, és egyáltalán. Ugye, tehát szerintem, hogyha egy épelmélyű ember ezt végigolvassa, akkor, és a gyerek oldaláról közelíti meg, akkor ez nem is kérdés. Így van, teljesen igazad van, bár vannak kivételek, de ha belegondolunk, hogy az édesanyja 9 hónapon keresztül mindent megtesz a bébiért, egészségesen táplálkozik, odafigyel a mozgására, nem dohányzik, nem iszik alkohol, tehát mindent a baba érdeké alá szentel. Természetesen, hogyha megtudja ezeket az adatokat, hogy éppen a szülésnél okozhatja a legnagyobb kárt a babának, 9 hónapig meg óvta, féltette és mindent megtette azért, hogy ne történjen baja a gyereknek, a bébinek, akkor tényleg nem lesz olyan nő, aki azt mondaná, hogy én nem így szeretnék szülni. Most már lejárt a műsoridőnk, de még gyorsan, tényleg nagyon röviden kérlek, válaszolja a kérdésre, hogy egyik kérdésem az, de nagyon röviden, hogy az orvosok akkor ezek szerint van, aki ágál ez ellen. Megosztott az orvosi társadalom, igen. Tehát már most megosztott a társadalom.
A másik pedig az, hogy van itt két kép, amit hoztál, brutális képek ezek, azt hiszem. Tehát, így hogy van. Mi az, amire azt mondod, hogy szeretnéd, hogyha a szülő megóvná a gyerekét? Hogy mi ér ilyenkor a gyereket? Mutassuk meg ezeket, nem tudom, hogy... Hát olyan sok hatás éri a babát. Ez amikor vágják el a köldögzsinort, igen. Itt pont azt mutatja, nem is tudja az édesanyja, hogy milyen fájdalmas lehet a babának, amikor elszakítják az oxigén utánpótlását, és közben lehet, hogy ő még nem felkészült az oxigénvételre. És a másik az mi volt? Ez a másik a nyákleszívás, amikor leszívják a nyákot. Igen. Amikor leszívják a babából a nyákot. Na most régen, amikor nagyanyáink szültek, nem volt ilyen készülék. Tehát nem is kellene elvileg leszívni a nyákot? Nem, hogyha az édesanyjának a hasára teszik, nagyon szépen kijön a babából. Ő prüszköli ki, ő köhögi saját magából. Még egy utolsó oldás, meg tényleg vége, hogy van a szemcsepp, szükség van-e a szemcseppre, mert úgy hallottam, hogy a lubai szerint nincs, amíg tehát babának szétveszítik a szemét, és akkor csepegtetnek. Miért kellett ez a szemcsepp? Még gyorsan egy mondat. Ez a szemcsepp azért kell, mert régen olyan, volt nemi betegség, és ugye ezek az utcalányok összeszedtek bizonyos nemi betegséget, és azért, hogy megvédjék, megelőzzék, amikor megszült a nő, akkor a babának a szemét megfertőzhette. És ezért törvénybe hozták, hogy minden babának, hogy kivédjék ezt, minden babának bele kell csepegtetni a szemébe. De hát, hogy kifeszítik a babának a szemét, még észre sem tért, eléggé maró hatása van ennek az ezüstacetátnak, ami a baba szemébe kerül. És hát miért jár a hölgy 9 hónapon keresztül? Hát, hogyha vizsgálatra jár, egyértelműen kiderül, hogy a nő nemi beteg, vagy nem nemi beteg. Uh-huh. Tehát teljesen felesleges. Felesleges fájdalmat okoznak a gyereknek. Így van, így van. Természetesen vannak kivétel, amikor az édesanyja nemi beteg. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Sajnos tényleg lejárt a műsoridőnk. 1000 kérdésem lenne még, de sajnos vége. 2 hét múlva ismét találkozunk, a Dése viszontlátásra.